Ekkor elszabadultak az indulatok, és megkezdődött a harc a Pesti utcákon. Szekszárdon a Szent István téri 1956-os emlékműnél emlékeztek meg a forradalom és szabadságharc hőseire. Műsort adtak a Bezerédi István Technikum diákjai, emlékező beszédet mondott Berlinger Attila, Szekszárd megyei jogováros polgármestere. 1956 szelleme mérce. Ma is kötelez. Ma is rá kell ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól, vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban valamennyien magyarok vagyunk. Egy nemzet. Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a válságból, csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt magunknak. A megemlékezésen egyházi áldást mondott Vadászi Dániel metodista lelkész. A megjelentek végül közösen helyezték el koszorúikat az 1956-os emlékműnél. A megemlékezéssel egybekötve Tisztelet a Hősöknek címmel ünnepi hangversenyt is rendeztek a Szekszárdi Művészetek Házában. Balogh Zoltán, Tolna város polgármestere a település művelődési központjában tartotta meg ünnepi beszédét. Szavait idézve, az 56-osok hősiessége éppen abban áll, hogy a kezdetben legalábbis bizonytalan, később pedig már reménytelenné váló helyzetekben is vállalták a kitartó küzdelmet, és akár a halált is. Az 1956-os forradalom nem csak egy fejezet a történelemkönyvben, hanem történelmünk azon eseménye, amikor az ország lakossága egy emberként lépett fel egy közös ügyért, a kommunista diktatúra elsöpréséért, a szovjet megszálló csapatok kivonulásáért. Ezért ragadtak fegyvert sokan a magyarok közül. 1956-ban együtt dobbant meg az ország szíve, mert a megnyomorított lakosság úgy érezte, most van itt az idő, most lehet elérni az idegen csapatok kivonását. A rendezvényre a Szent István Katolikus Gimnázium készült ünnepi műsorral. Az 1956-os Tolnán megtörtént eseményeket dolgozták fel produkciójukban. A műsor az úgy fog kinézni, hogy vannak benne korabeli dalbetétek, vagy zenei betétek zongorán, illetve válogattunk fényképeket is. Részben az internetről találtuk ezeket, részben pedig abból a monográfiából, és a korabeli feljegyzéseket is találtunk abból az időszakból, az 56-os időszakból. Úgyhogy nem csak magát a forradalom eseményeit jelenítjük meg egy picit, hanem annak az évnek a tolnai történéseit, hiszen akkor volt a jegesár tavasszal, volt szénszünet tavasszal. A műsort a diákok zenés előadásokkal színesítették. Beethoven 5. szimfóniáját is hallhattuk a színpadon. Több száz ember gyűlt össze Dombóvár főterén, hogy tiszteletét rója le az 1956-os hősök előtt. Az 56-os hősök olyan emberi tulajdonságokkal rendelkeztek, és olyan eszméket képviseltek, amelyeknek mind a mai napig és a jövőre vonatkozóan is mondani valója van. Tehát a kiállás, a bátorság, a hűség, a hazaszeretet, mind-mind olyan szent emberi érték, amelyekre büszkék vagyunk, és amelyeket képviselünk mi is, és remélhetőleg képviselnek az utódaink is. Tisztelet nekik ezért. A méltó megemlékezés nívós előadását a Tolna vármegyei szakképzési centrum Apácai Csere János Technikum és Kollégium diákjai adták elő. Bele gondol ilyenkor az ember abba is, hogy vajon mi mit tennénk, hogyha mi is ilyen világban élnénk, és hogy vajon mi tudnánk-e olyan bátran cselekedni, mint ahogyan annó az őseink 56-ban. Az október 23-ai tiszteletadás az 1956-os emlékműnél koszorúzással ért véget. Bátaszéken is koszorúztak azok emlékére, akik hősi halált haltak az 1956-os forradalomban.
Ezt követően pedig a művelődési házból először a sétánkat a Mansfeld Péter kopja fához ejtjük meg, ahol szintén elhelyezheti mindenki opcionális jelleggel a koszorúit, majd itt a Városháza épülete előtt az 56-os emléktáblánál hallgatja meg a közösség és a közönség az erre felkért szónok ünnepi beszédét. Fontos, hogy a fiatalok megismerjék, mit is jelent a mai napig az ünnep a magyarok számára. És velük is kell, én azt gondolom, beszélgetni a történelem, a magyar történelem eseményeiről is, akár 56-ról, és nem csak október 23-án. Faddon az 1956-os ünnepségen a megemlékezők kopjafánál koszorúztak. Ezt követően a Gárdonyi Géza általános iskola diákjai adtak ünnepi műsort. Piros a vér a Pesti utcán. Belügyminiszter Kiplerec. A műsort követően beszédet mondott Bordács József, a település polgármestere. A forradalom, amelyet bár vérbe folytottak, nem tűnt el nyomtalanul a történelem süllyesztőjében. Üzenete a mai napig itt él közöttünk, annak ellenére, hogy az életüket, a magyar szabadságért feláldozó hősöket jeltelen sírba, arccal föld felé fordítva, összekötözve temették el. Felszólal Zsikó Zoltán, a Tolna vármegyei önkormányzat közgyűlésének alelnöke is. Aki egy kicsit is ismeri a magyar virtust, tisztelt megemlékezők, kedves barátaim, az tudja, hogy ez a nép sohasem adja fel. Magyarország és a magyarok sohasem felejtenek. Nagymányokon egy perces néma csenddel emlékeztek meg a nemrég elhunyt Potápi Árpád Jánosra, nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Tolna vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjére, aki épp nagymányokon mondott volna beszédet. Helyette ezt Bartucz Máté polgármester tette meg. 1956-os forradalom nem csak a múltunk része, hanem a jövőnk iránymutatója is. Arra tanít minket, hogy ne feledjük, a közösség ereje, az összetartás és az igazságba vetett hit minden nehézségen átsegíthet minket. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola ünnepi műsorral készült.